Szeretettel köszöntöm Önöket. A mai napra készülve egy sajátos rátekintésben volt nekem is részem. Valami olyan szempontból kellett megvizsgálni a szolgáltatásainkat és a gyűjteményünket, amit eddig én nem tettem. A művészet bár a mindennapjainkban és a munkánkban, a könyvtári munkánkban ott van, de nem ezzel a fókusszal dolgoztam én magam. Előadásom címe egy kérdéssel indul, miként legyünk jobbak a szakmánkban? Gondolhatnánk, hogy magunkról beszélünk, én ezt most egy kicsit eltávolítom, és inkább a felhasználókra vetíteném ezt a kérdést, és az ő szájukba adnám a kérdést magát, ugyanis minden referenc kérdés mögött, amely szakemberektől érkezik hozzánk, tulajdonképpen mindegyiknek a mélyén és hátterében ez a kérdés húzódik meg. Minden egyes pedagógus hallgató, pedagógus vagy kutató, aki jön és kérdez és feladatot ad nekünk, az valamiképp jobb szeretne lenni a szakmánkban. A mi feladatunk az, hogy támogassuk őket ebben, hogy ők valóban kiteljesedhessenek és megvalósíthassák mindezt. A pedagógiai könyvtár gyűjteménye nem egy művészeti gyűjtemény, tehát tulajdonképpen a kérdés ott van, akkor mit keresünk itt, vagy mit keresek én itt a mai napon? Hát ahogy a Néprajzi Múzeumnak a könyvtára is kérdésként megfogalmazta ugyanezt, de válasz is van rá, hiszen bár töredékében nálunk is találhatók albumok, de nem ez a mi fő profilunk, hanem ami miatt ez érdekes, az a szakkönyvtári vonatkozás. Mi a művészet elmélettel és a módszertannal foglalkozunk, és ezt közvetítjük a felhasználók felé. Éves szinten körülbelül 10 000 új bibliográfiai rekord kerül be az adatbázisunkba, amelynek a jellemzői, ami a legfontosabb, ennek a feltártsága, a tartalmi feltártság. Kiemelt erősségként tudom megfogalmazni az, hogy ez egy nagyon szisztematikusan feltárt gyűjtemény, amiről beszélünk. Én most nem vesztítenék kereső kérdéseket és találatokat, inkább azt a konklúziót szeretném összefoglalni, ami számomra az elmúlt napok, hetek kutakodásaiból tapasztalatként megfogalmazható, és azt gondolom, hogy amit érdemes is itt átadni Önöknek. Ha megnézzük, és amikor beütöttem azt a tárcót, hogy művészeti nevelés például, és ennek a szakirodalmát próbáltam megvizsgálni, azt láttam, hogy ez egy nagyon gondosan dokumentált területe a mi gyűjteményünknek, nagyon jól kutatható, és nagyon érdekes, hogyha az elmúlt 50 évnek nézem a gyarapodását, és 10 éves időszakokra vetítem le ezt a gyarapodást, akkor az látható, hogy ez nem egy egyenletes a művészeti nevelés tárcróra lejövő találatoknak a száma, mert a 80 és 90 közötti időszak, tehát az 1980 és 1990 közötti 10 évben volt egy olyan nagy kiugrás ebben a történetben, ami számomra is meglepetéssel járt. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy akkor valahogy a művészeti nevelésről elkezdett a szakma másképp gondolkodni, és sok-sok mindent írott formában rögzített is, és közreadták. Ez nagyon sok esetben alapdokumentumnak tekinthető a művészeti nevelésben ma is. Azt látjuk, hogy a hozzám fordulók nagyon gyakran ezt meg is fogalmaznák, hogy azon túl, hogy a kurrens szakirodalom elérhető, ott vannak azok az alapművek, amelyek ma már klasszikusnak számítanak. Aztán, hogyha nézzük például, hogy mi a helyzet a vizuális neveléssel, ugyanígy 50 év távlatában nézve a dokumentumokat és ezeket a rekordokat, egészen más eredményre jutunk. Az látszik, hogy a vizuális nevelés az egy nagyon szépen egyenletesen növekvő szakirodalmi apparátust mutat meg. Érdemes lenne szakemberekkel beszélgetni erről, hogy mi lehet az oka, hogy az ezen a területen mozgók miként, hogy most a képzésben történt például valami, ami, vagy egész egyszerűen a publikációs kényszer, vagy a
különböző, az, hogy a vizualitás manapság már olyan számban és olyan arányban van jelen a hétköznapjainkban, ezért került fókuszba, és ezért növekszik folyamatosan az ebben a témában publikált írásoknak, tanulmányoknak és köteteknek a száma. Ez mind egy kérdőjeles gondolat, de érdemes lenne erről is majd egyszer beszélgetni. Hogyha a művészeti ágak szerint veszük górcső alá, és próbáltam itt az MMA-nak a különböző szak, nem is tudom, hogy hogy nevezitek ti itt a szakosztályok, vagy tagozatok, köszönöm szépen, tehát hogy a tagozatoknak megfeleltetni a mi gyűjteményünket és ezt a művészeti kérdést, azt lehet látni, amit Bánki Zsolt is mondott, hogy hát az irodalomról nem szoktunk, vagy nem azt mondjuk, hogy irodalom művészet, de mégis látható, hogy legnagyobb számban az irodalom az, amelyet ma is a módszertan legnagyobb mélységben és számban feldolgoz és publikálnak erről. Azt kell, hogy mondjam, hogy tulajdonképpen az irodalom majdnem, hogy mindent visz. Második helyen a zene áll, tehát a módszertani megközelítések, mindezek a dokumentumok, amelyek foglalkoznak valamilyen művészeti ággal, tehát a zene a második helyen. Érdekes módon ez a rajz és vizuális kultúra áll a harmadik helyen, aztán negyedik helyen a népmese és a népművészet. És hát most nem azt mondom, hogy a futottak még kategóriájában vannak jelen, de hogy a többiekhez képest csekélyebb számban publikálnak a művészeti nevelési ágak közül, ez a táncművészet és a fotóművészet. Meglepődtem én is. Olvasás szociológiával foglalkozom, és hogy azt gondolom, hogy kell, hogy szót ejtsünk az olvasásról. Beszéltünk az irodalomról, és nem kerülhetjük meg ezt a kérdést. A nagy nemzetközi olvasás szövegértés vizsgálatokból, amely például ennek egyike a 15 évesek teljesítményét méri, jól látható, hogy az a magyar teljesítmény, amit a mi gyerekeink, ez a korosztály elér, ott vagyunk valahol ebben a mezőnyben, ami mindig sokkal érdekesebb, hogyha nem csak az átlagot figyeljük, hanem megnézzük, hogy milyen szélső értékek vannak, milyen eloszlásban teljesítenek ezek a gyerekek. Néhány évvel ezelőtt azt mondtuk, hogy az a viszonylag csekélyebb számú, nagyon jól teljesítő gyerek, például a finn gyerekek, vagy hát amióta a távol-keleti országok is jelen vannak ezekben a vizsgálatokban, a távol-keleti országok gyerekeinek szintjén teljesít, és van egy alsó régió, ami bizony sajnálatos módon egy elég masszív és széles sávot tesz ki. Azt szoktuk mondani, hogy ők a latin-amerikai országok gyerekei szintjén teljesítenek. Tehát ez, amiről tudomást kell vennünk, hogy bizony egy polarizálódó társadalomban élünk, tehát nem egy homogén közeg, amelyről szó van. Nagyon jól tudjuk, hogy egészen mások a problémái azoknak a gyerekeknek, akik mondjuk egy belbudai vagy egy megyeszékhelyen lévő egyetemi gyakorlóiskolában tanulnak, mint mondjuk valahol a végeken nevelkedő, sok hátránnyal küzdő régióban egy ugyanolyan korú 15 éves másik gyereknek. Amikor én magam magyar szakos tanárhallgatóként iskolai gyakorlatra mentem, akkor a vezető tanárunk azt mondta, hogy bizony fel kell magunknak tennünk egy kérdést, amely a következőképp szól. A hátrányos helyzetűeket támogatom, vagy a tehetségeseket a tehetséggondozásba szállok be, és nekik kedvezek. Ez egy nagyon szomorú kérdés, mert ez azt jelenti, hogy ha valamelyik csoport mellett letesszük a voksunkat, akkor a másikakról lemondunk. Én ma is azt gondolom, hogy ez nem így van. A differenciált oktatás például pont erről kell, hogy szóljon. De azt is tudjuk ezekből a nemzetközi vizsgálatokból, hogy nagyon sok olyan magyarországi tanterem van, és kifejezetten nem iskolát mondok, hanem tantermet, ahol nem merül fel ez a kérdés. Vajon miért? Egész egyszerűen azért, mert hogy amikor a pályaválasztásra kerül a sor, és gyerekek a 6 vagy 8 éves, 6 vagy 8 osztályos gimnáziumokba mennek, ott egy olyan szelekció indul el, amely által azt kell, hogy mondjam, hogy azokban a tantermekben homogén közösségek jönnek létre.
Ugyanúgy, mint nagyon sok esetben a végeken, a nagy hátrányokkal küzdő régiókban, ott is nagyon homogén ez a közeg. Magyarországon, és ezekből a jelentésekből látjuk, hogy a különbségek nem az iskolán belül, vagy a tantermen belül vannak, hanem az iskolák között. Tehát itt azt kell, hogy mondjam, hogy ez az akkori dilemma, hogy hova tesszük le a voksunkat, ez ma már nem nagyon jelent dilemmát. De mi is a művészet, vagy miért kell nekünk ebben valahogy tudatosan ott lennünk? Vannak példák és vannak projektek, amelyek már szerencsére nem csak évekre, hanem lassan évtizedekre tekintenek vissza, amelyek művészeti projektek. Nagyon gyakran éppen ezekben a nagy hátrányokkal küzdő régiókban látjuk, hogy a művészeti nevelésre teszik a hangsúlyt, és azon az úton indulnak el, mert hogy ezeknek a gyerekeknek ott egy ráfutó pályát tulajdonképpen a művészet jelent ahhoz, hogy utána ők sikeresek lehessenek egyéb területeken is. Nagyon érdekes, ugyanígy ezekből a vizsgálatokból tudjuk, hogy azok a gyerekek, akik jól érzik magukat az iskolai közegben, minden más területen is jobban teljesítenek. Tehát a művészeti nevelés azért kardinális kérdés, mert hogy ha ott én tudok magamnak pozitív élményeket szerezni, akkor az élet más területeire is hatással lesz ez. Tehát, hogy nem lehet, nagyon nagy baj volt, amikor itt a digitális átállás az elmúlt másfél évben láttuk nagyon gyakran, hogy a számtan, az írás, az olvasás, nem tudom én mi helyes írás, meg fogalmazás órai feladatok mellett, amikor azt mondták a tanárok, hogy hát már az énekórát töröljük, már ne terheljük ezzel a gyereket, rajzórai feladatot nem adunk, ami nagyon helyes, mert szegényeken így is hatalmas teher volt, de azt is tudjuk, hogy éppen az örömforrást vettük és vontuk ki az életükből. Tehát, hogy ezzel óvatosan kell bánni, mert hogy ez egy nagyon fontos ráfutó területe a mindennapoknak. Képességet fejlesztünk, kompetenciát fejlesztünk, és nem véletlen például, hogy amikor hát az agykutatás az a 21. század nagy területe, és tudjuk, hogy ahol művészeti nevelés van, ott érdemes a matematikát például ráerősíteni, mert hogy azok az agyi területek valahogy olyan interferenciában vannak, hogy az egyik a másikat támogatja. Nagyon tényleg így van, hogy matematika a tagozatos osztályokban például a zenét mellé teszik ugyanígy tagozatba, mert hogy valahogy ezek ilyen transfer módon erősítik egymást. Egyszer egy zene tanárnő, aki az ELTE-n volt egy tanítványom, és beszélgettünk arról, hogy miként történik a kiválasztás a zeneiskolába történő felvételkor. Tudjuk, hogy az első általános iskola első osztályában elindul a szolfézs oktatás, és aki úgy gondolja és kitartó, az az év végén elindulhat a hangszeres zene felé. Ott akkor felvételizni kell. És akkor beszélgettünk arról, hogy hát mindig sokkal több a jelentkező, viszonylag szűkösek a keretek, kevés a zenetanár, nem tudnak mindenkit felvenni. És akkor kit vesznek fel? A legtehetségesebbet? Nem. Kit vesznek fel? Megnézik, hogy a családi háttér milyen. Azt, hogy a szülő fog-e tudni majd hangszert vásárolni, hogy lesz-e elég pénz a kotta vásárlásra, hogy van-e operabérlet, hogy otthon hallgatnak-e zenét, hogy tudnak-e előfizetni zenei csatornákra, és a többi. Mert hogy lehet, hogy ott van a tehetség, akiről az ő tapasztalataik szerint egy-két év múlva kiderül, hogy kiesik a rendszerből. Tehát sokkal jobban megéri nekik egy kevésbé tehetséges gyerekben gondolkodni. Azt kell, hogy mondjam, hogy az jó, hogy, vagy az lenne a legjobb, hogy mindenkinek, akinek szándéka van zenét tanulni, annak ott legyen a lehetősége, de nem a legtehetségesebbek azok, akik feltétlenül. Az egy jó pillanata az életnek, hogy ez a két dolog találkozik. Tehát amit tudunk, hogy a tehetséggondozó programokban gyakran egész egyszerűen azért nem vesznek részt a gyerekek, mert a szülő nem is feltételezi azt, hogy neki lenne esélye, hogy ő azt a folyamatot végig tudja csinálni. Egyébként a gyerekeknek az iskolázottsága, ezt zárójelesen mondom, leginkább az anyák iskolai végzettségével korrelál. Tehát mindig fontosabb, hogy az anyukáknak milyen az iskolai végzettségük, mint az apáknak. Ez így van.
Igen. Kiket támogatunk? Hát támogatjuk a szakembereket, de azt kell, hogy mondjam, hogy támogatjuk egyúttal a szakembereken keresztül a szülőket. Néztem és készítettem listát, amit nem hoztam, mert hogy azt gondoltam, hogy nem listával szeretnék most operálni, hanem inkább mondanám azt, hogy a művészeti nevelésben fontos, hogy jól képzett pedagógusok legyenek, akik hozzájutnak a legfrissebb szakirodalomhoz, akik képzik magukat, és ez a bizonyos élethosszig tartó tanulás a szakmájukban is ott van, de az is fontos, hogy ők közvetítőként eljussanak a szülőkhöz, hogy a szülőnek el tudja mondani, ugyanúgy, mint a gyereknevelésnél. Tehát, hogy az kevés, hogy az óvodában jó az óvodapedagógus, az is kellene, hogy a szülő is ugyanazokkal a nevelési elvekkel tisztában legyen. És ott, hogyha, és ezt látjuk, volt kiadványunk, amelyből az óvodákban az utolsó oldalt, ami arról szólt, hogy milyen könyveket ajánlunk szülőknek a gyerekneveléshez, az óvodai szekrényekre ragasztották ki az óvónők, vagy az óvodapedagógusok, mert hogy azt mondták, hogy mi ebben a történetben egyedül kevesek vagyunk. Tehát ezt a történetet a családi oldalról meg kell támogatnunk. Kérdezném, hogy hát milyen társadalomban szeretnénk mi élni? Hát természetesen olyanban, amelyben komfortosan érezzük magunkat, ahol az a társadalmi jólét körülvesz bennünket, és ahol ott vannak azok az emberek, akik maguk is a befogadás által, mondanám, hogy műértőként, ami csak annyit jelent, hogy van közöm a művészethez, megértem a művészet nyelvét, tudom dekódolni, valamiképp járatosabban tudok jelen lenni a világban, ezért például csatornaként, és nem szeretném itt elvenni a művésztanároknak a kenyerét, de hogy például az, hogy a művészet a lelki gubancok kibogozásában mi mindenképp tudja jól előrevinni az életünket, vagy egy nap, amikor hazamegyünk, és nagy stressz alatt és nyomás alatt vagyunk, akkor mit jelent például a zene számunkra? Nem. Tehát nagyon egyszerű dolgok ezek, hogy ezt kellene mindannyiunknak megadni. Végezetül annyit mondanék még, hogy 2 éve az oktatási hivatal Berkein belül működik az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, amely intézmény az oktatási hivatal állítja elő a közoktatás tankönyveit. Ma Magyarországon 1500 féle tankönyvet használnak a közoktatásban, tehát az általános és a középiskolai oktatásban. Azt gondolom, hogy nagyon szerves gondolat az, hogy egy pedagógiai könyvtár a tankönyv írók rendelkezésére tudjon állni, és hogy beépíthető legyen közvetlen módon mindaz a tudás ezekbe a tankönyvekbe, amely ott van a mi könyvtárunkban. Végezetül egyetlen egy diát szeretnék még kérni, és hogy a művészeti nevelés, hogy ezen a héten jelent meg ez a kis könyvünk, ez egy tanulmánykötet, a szöveg nélküli képkönyvekről szól, az úgynevezett silent bookokról, amelyben az olvasásfejlesztésnek a módszertanát mutatjuk egyik ez idáig Magyarországon kevéssé ismert módszeren keresztül, amikor is olyan könyvekkel dolgozunk és operálunk, amelyekben valóban nincs szöveg, és furcsa, hogy az olvasásfejlesztést hogy valósítjuk meg szöveg nélkül, viszont itt nagyon erősen benne van, mivel az illusztráció él, és csak azt tudja közvetíteni a történetet, a művészeti nevelés. Ez az, amit így 20 percben el tudtam mondani, 1 percem maradt. Még köszönöm a figyelmet.